Szervusztok! Hi. Kérlek, hogy egy bevezető erejéig lapoz Please, for an introduction, 1 János 3-hoz. Turn to 1 John 3. És a 16. verset nézzük meg. And we're going to look at verse 16. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk a testvéreinkért. Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Drága Urunk, dear Lord, csak kérünk téged, hogy kent fel ezeket a gondolatokat. We ask you to anoint these thoughts. Drága nevedben. In your precious name. Amen. Amen. És ennek a versnek csak az A részét nézzük meg, mert rövid az idő. És itt azt mondja, hogy abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. And it says, hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us. És mi, amikor meg akarjuk ismerni a szeretetet, and when we want to get to know love, akkor többnyire más módon próbáljuk megismerni a szeretetet. Then mostly we want to get to know it in a different way. Többnyire két módon akarjuk megismerni a szeretetet. Mostly we want to get to know love in two ways. Az egyik, hogy érezni akarjuk a szeretetet. One of them is that we want to feel érezni love. Akarunk, az érzelmeinkben akarjuk megtapasztalni feel, a szeretetet. We want to experience love in our emotions. A másik meg valami the kézzel fogható módon akarjuk megtapasztalni way a szeretetet. We would like to experience love. Nagyon gyakran előfordul, and many times it happens, hogy Istent próbáljuk beszorítani a sarokba. We try to make God stand in a little corner, és ki akarjuk csikarni belőle a szeretetet. And we want to force love out of him. Uram, bizonyítsd be, hogy szeretsz engem. Bizonyítsd me be. That you love me. És persze ilyenkor mindig azt mondjuk, hogy these times we hát, always ha say, nekem adod azt a jó állást, akkor if elhiszem, you give me hogy szeretsz. Job, then I believe you love me. Tudod, ha nekem adod azt a fiút vagy lányt, ugye nemtől függően, girl, you know, akkor elhiszem, gender, hogy szeretsz. Then I believe ha you megáldasz me. Egy kis zsével, akkor elhiszem, money, hogy szeretsz. I will believe és you így love me. Próbáljuk Istenből kicsikarni a szeretetet. So we are trying to force God to love próbáljuk us. Elérni azt, hogy Isten bizonyítsa be, hogy ő szeret. We try to make God prove that he loves us. De itt azt mondja, but here it hogy a szeretetet abból ismerjük meg, hogy ő az életét adta. We know his love. Ez egy teljesen más módon mutatja be a szeretetet. So nem úgy, ahogy mi szeretnénk. Love in a totally different way, not in a way we would like to see it. Istennek nem kell bebizonyítani azt, hogy szeret. God doesn't need to prove ő that ezt már he loves megtette. Us. He has already done that. A kereszten. On the cross. A kereszten megtette. On the cross, bebizonyította, he did hogy szeret. He proved that nincs he szükség us. Arra, hogy folyton no folyvást bizonygassa azt, hogy ő him. Szeret. To keep proving his love towards us. És ez annyira fontos, hogy értsük, this is so important for hogy Istennek us nem kell bebizonyítania a szeretetét. Doesn't need to prove his love. Ő egyszer, 2000 évvel ezelőtt, 2000 years ago, egyszer és mindenkorra, once and for all, hihetetlen nagy erővel with great power, megmutatta a szeretetét, he showed his love, az életét adta értünk. He gave his life for és us. Ebből ismerjük meg a szeretetet. And that's how we can nem know love. Érzelmekből ismerjük not meg a szeretetet. From feelings, nem a földi életünk jobbátétele által ismerjük meg a szeretetet, making our earthly lives better, hanem azáltal, hogy oda megyünk a kereszthez, but by going és ránézünk to the cross, a keresztre, looking at és the ott cross, van a szeretet, and that's és ott van where love az is, a mély igazi szeretet, that's where the és ott deep, ismerjük real meg. Love is. János később itt a negyedik fejezetben, and in chapter 4, a 16. versben ezt mondja, 16, this is what John says, mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket, Isten szeretet. And we have known and believed the love that God has for us, God is love. És nagyon tetszik nekem, hogy Károli fordította, azt mondja, hogy megismertük és elhittük a szeretetet. Megismertük and says, és elhittük. We have known and believed the love. És így lehet megismerni a szeretetet. And this is how we can know hogy love, megismerjük őt, that we get aki to az know életét him, adta értünk. Who gave his life for us. És aztán elhisszük. And then we believe, elhisszük, hogy az a szeretet, we believe that ami felvitte őt a keresztfára, the love that took him to the cross, az kitart egész földi életemben.
will be here for the whole of my earthly life. És az örökké valóságban is. And in eternity as well. Hisszük ezt a szeretetet. Van róla egy mély meggyőződésünk. This love, we have a deep conviction. Nem az érzelmeinkben akarjuk megtapasztalni. We don't want to experience it. Hanem van róla egy nagyon mély meggyőződésünk. But we have a deep ahogy conviction. Ahogy Pál apostolnak volt egy nagyon mély meggyőződése Isten szeretetéről. Just as the apostle Paul had a great conviction, deep conviction of the love of God. Róma 8:38-39-ben. Romans 8:38-39. Így kezdi azt a részt, this is how he mert meg vagyok róla győződve. Meg vagyok róla győződve. Azt írja, mert meg vagyok róla győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, se semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent a Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. He says, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is szeretetet. In Christ Jesus our Lord. Ismerjük a szeretetet, ismerjük a szeretet forrását, this love, we és know hisszük the source ezt a szeretetet. Of this love, and we Istennek believe nem kell bebizonyítani a szeretetét. God doesn't have to prove his love. Egy pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt, a couple of years ago, many talán years vagy 11-nehány, nem tudom hány évvel ezelőtt. Nem tudom, hányan 11, emlékeztek a Tivadarra. I don't know how many of you remember emlékeztek Tivadar. Egy pálán Tivadarra? Some of you, do you remember him? Egy nagyon drága testvér volt ő he's itt. A very precious brother. Aztán az Úr elvitte valahova vidékre. And then the Lord de took him somewhere abban az időben to the countryside. But született at that a kislánya. My daughter was és born. Betegen született a kislánya. Or his ha jól emlékszem, was born valami daganatos betegsége volt a kislánynak. Well, és hónapokon keresztül így élet-halál között and volt a kisgyermek. És rengeteget imádkoztunk a kislányért. Ha jól emlékszem, Fruzsinak hívták, jól emlékszem? Well, her name was Fruzsina. És aztán hát volt, amikor jobb volt az állapota, volt, amikor rosszabb volt az állapota. És emlékszem, hogy Tivadar, ugyanígy, ahogy én most mondott egy bevezetőt, mint a Gutenbergben voltunk, we were in, és akkor éppen haldoklott a gyermeke. And his daughter was dying. És ő mondta ezt, and this is what he said, hogy Istennek nem kell bebizonyítania a szeretetét. God doesn't have to prove és tudod, his love. Az ő helyzetében, and you know, akkor then, ennek olyan ereje volt, power, ennek a kijelentésnek. This statement. Jogos lett volna, ha ő azt mondja, hogy Uram, bizonyítsd be a szeretetedet úgy, hogy életben marad a gyermekem. It would have been justified if he had said, Lord, prove your love by letting my daughter live. Would it have been right, justified? Yes. Teljes egészében jogos lett volna. It would have been justified. De ő azt mondta, but he said, nem kell Istennek bebizonyítani a szeretetét. God doesn't need to Isten prove his love. Már bebizonyította a szeretetét. God has already proven abból his ismerjük love. Meg a szeretetet, and hogy ő az életét adta értünk. We know love by him giving his life for us. Figyelj, ha úgy érzed, hogy senki so nem szeret. If you think nobody, if you feel like nobody érzed, loves egyedül you, vagy, if you feel alone, magányos vagy, if you are lonely, elhagyatott vagy, if you are kicsi vagy és éhes deserted, vagy, you are little and hungry, akkor tudod, menj oda a kereszthez, then just go to the cross, és ott találkozol mindig a szeretettel, and you will always find love there, mert abból ismerszik meg a szeretet, because we know love, hogy ő az életét adta értünk, by him giving his life for amen. Us. Amen. Szeretnénk venni a felajánlást. We would like to take the offering. Ez alapvetően azokra vonatkozik, akik sajátjuknak érzik a gyülekezetet. This is primarily for those who think this church is their home church. Ha vendégként vagy itt, if you are a visitor, akkor a guest, ne hagyd, hogy ez bármilyen nyomást helyezzen. Don't let it put any pressure on you. A hiten gondolkoztam. I've been thinking about faith. És arra jöttem rá, hogy a bibliai hit nem létezik bizalom nélkül. Does not exist without trust. A hitnek van egy van egy része, has a part, egy összetevője, has an ingredient, a bizalom, which is trust. Hogy miben vagy kiben bízom.
Like who or what do I trust? És a bizalomnak vannak felszínes rétegei, has superficial, amelyek felszínes dolgokhoz kapcsolódnak. That are connected to superficial things. Bízom benne, hogy holnap I trust nem fog havazni. That tomorrow it's not gonna snow. Mire alapozod ezt a bizalmat? But what do you base az your időjárás trust előrejelzésre. The weather forecast. Ezekkel nincs túl sok gondunk. We don't have much trouble with these. De van ennek az egésznek egy egzisztenciális szintje. But this whole thing has an existential part. Mi lesz velem holnap? What will happen to me tomorrow? Mi lesz velem egy fél év múlva? What will happen to me? Mi lesz a sorsunk? In 6 months, what will my fate be? Úgy gondolom, hogy minden rendben lesz az életemben. I think everything will be alright in my life. És a kérdés ez. And the question is this. Mire alapozod ezt a bizalmadat? What foundation do you have for this trust? És nekem személyesen úgy veszem észre, hogy van egy komoly kihívásom ezzel. I personally have a serious challenge with this. Megtanítottak rá. I've been taught. Hogy bármiben bízhatok, kivéve Istent. That I can trust anything but God. Úgy értem, leginkább emberekben bízom. I mean, I can trust mostly people. Leginkább magamban. I trust myself. Aztán the most. Nyilván a pénzemben. And of course I trust my money. A pénzemben, amit én keresek. My meg. Money that I earn. És ahogy telnek az évek, ezt egyre nagyobb ostobaságnak tartom. I just think this is foolishness. Főleg, ha ismersz ez. Especially if you know me. Ez nonsense. This is just nonsense. És a gondolat végére csak ennyi, hogy Dávid jutott az eszembe. This is the end of the thought that David came to my mind. Aki amikor, és ennek semmi köze a felajánláshoz, de lehet, hogy this has nothing to do with the offering or megszámlálta a népet. Maybe it does. When he counted the people. És ez probléma volt. And it was a problem. És Isten meg kellett, hogy tanítson neki valamit, és God három büntetés közül választhatott. And he could choose from three kinds of punishment. Nem tudom, hogy ezt szabad-e büntetésnek hívni, nem tudom. If I'm allowed to call this punishment, or rather three lessons. És he could choose from. És Dávid ezt mondta. And this is what David said. Inkább essek Isten kezébe. I would rather fall into the hands of God. Csak ne essek emberek kezébe. I just don't want to fall into the hands of inkább people. Inkább essek Isten kezébe. I would kezébe. Rather fall into the hands of God. Csak ne essek emberek kezébe. I just don't want to fall into the hands of people. És lehet, hogy magát is beleszámlálta. And maybe he counted himself into this ez, as well. A kérdés ez, hogy miben bízom. This is the question, what hogy do I kiben trust? Bízom? Who do I trust? És amikor a felajánlásba adok, and when I give to the offering, akkor valójában azt mondom, amit Dávid. That what I'm really saying is what David Isten kezébe. Said, I want to fall into the hands of God. Inkább essek Isten kezébe. I would rather fall into the hands of God. Mert a másik oldalon csak egy alternatíva because van. On the other side there's only one alternative. Emberek kezébe fogok esni. I'm going to fall into a the hands of people, into my own hands. A többiekébe. Or the others. Dávid ezt mondta. This is what David said. Essek I would rather fall Isten kezébe, into God's hands. Mert Isten irgalmas. Because God is merciful. Olyan irgalmas. This is what David said. God is so merciful. He's so good. I would rather fall into his úgy, hands. Hogy, mi is választhatunk most. So we can also choose now. És adjunk a választásunk and szerint. And let's give according to our choice. Mennyei Atyánk. Heavenly Father. Kérünk, hogy áld meg ezt a felajánlást. To bless this offering. A te dicsőségedre. For your glory. Amen. Amen. Stay the same.
Okay. Szervusztok, jó estét. Good evening. Hi. Jó látni benneteket. It's great to see you. Ja, wow. És csak üdvözlünk mindenkit az internet világban. Greetings to everybody in the cyber world. Körbe csavarnád esetleg, Rafi, valamelyik kamerát, csak integessünk a testvérek, hogy hallgassák az arcotokat. To the brothers and sisters, let them mindenütt, ahol nézik, see your faces everywhere. Nevadában, meg Angliában, mindenféle helyeken. Nevada, England, everywhere. God bless you. Ja. Jobban örülnénk, ha itt lennétek. We would be happier if you were here. De Isten tudja, mit csinál veletek, úgyhogy rendben. But God knows what he's doing with you, so it's all right. Okay.
Igazából a ma délelőtti alkalmunkat folytatjuk. We're continuing our morning service. És ez a második rész. And this is the second part. Ilyen nagyszerű üzeneteket hallottunk. What great messages we have already heard. Sanyi nem bír felajánlást venni. Sanyi just can't take the offering. Mindenképpen prédikál. He must preach. Nem jó volt ez. Valahogy a végén kiukadtál oda, nem? But somehow you got to the offering part. Ja, úgyhogy rendben volt. Where you had to, so it was fine. De nagyon jó volt az Isten szeretetéről. But it was really great. The message about the love of God. Belegondolni, de Istennek nem kell bizonyítani a szeretetét. That God doesn't have to prove his love. Ma délelőtt this morning, arról beszéltünk, we were talking hogy hogyan járhatok az elhívásomban, how I can walk in my lehetek szabad arra, hogy, how I can be free, hogy abban járjak, amit elkészített nekem az Úr. In what the Lord has prepared for és, me. Hála Istennek, meleg van, and thank God it's warm in here. Köszönjük finally. Attilának, aki begyújtott hajnali kettőkor, és a Madinak, aki kézrátétellel meggyógyította a második kazánt. Who laid his hands on the second heater or boiler and healed it. Úgyhogy hálásak vagyunk az Úrnak ezért. We are thankful to the Lord for this. Let's keep these things in prayer. Okay, és ma délelőtt this morning, így erről beszéltünk, this is what we were talking about. Hogy mennyire jelentős, csak megemlítem, hogy ott mondtunk, nem fogunk végigmenni rajta. I'm just gonna give you the outline. Mennyire jelentős, go over the whole thing. So how significant? A szellemben járnunk. It is for us to walk in the Spirit. Mert 1 Korintus 1:9-ben. Because in 1 Corinthians 1:9. Mire lettünk elhívva? What we have been called unto. Nézzük meg együtt. Let's take a look at it together. Új Bibliám van, úgyhogy I have a new Bible, megelőbb. So you will find it earlier, but hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. God is faithful by whom you were called unto the fellowship of his son Jesus Christ our Lord. Erre lettél elhívva. This is what Jézussal légy közösségben. To be in fellowship with Jesus. Ez az elhívásodnak az egyik jelentős this része. One of the significant parts of your calling. Egyszer érdemes lenne beszélni róla, de it would be worth részletesebben, talking about ez egyik it in more detail once, but this mire is lettünk elhívva? One of the things what nagy dolgokat tegyünk ő érte? To do great things for him? Nem elsősorban. Primarily not for that. Mi arra lettünk elhívva, hogy jól teljesítsünk, hogy kiváló hívők legyünk. Great performance, to nem elsősorban. Elsősorban. No, not primarily. Arra, hogy az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal közösségben legyünk. In the first place, ez az elsődleges. És his son, minden más, Christ, our Lord, and everything minden else, tevékenység, every activity, minden növekedés, every growth, az, hogy szent szentségben járunk, the fact that we are walking in holiness az ebből következik, comes out hogy a szellemben this, járunk, this, that we hogy, are hogy in the vele közösségben járunk. That we are walking in fellowship with him. A második dolog, and the second amit említettünk ma délelőtt, that we mentioned this morning, az Kolossi 3:16, is Colossians 3:16, és az Isten igéjéről szól, and this is about the word of de God, nem csak Isten igéjéről, but not only about the word of hanem God, valami többről, but about something else, something more. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, Kolossi 3:16. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Minden bölcsességgel tanítsátok, intsétek egymást. In all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms. Zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel. In hymns and spiritual songs. Szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak. Singing with grace in your hearts to the Lord. Okay, mit látunk ebben? What can we see in this? Krisztus beszéde. The word of Christ. Legyen gazdagon bennetek. The words of a szívetekben. Christ shall be dwelling richly és in your ma délelőtt arról beszéltünk, and this morning we were talking hogy, about this, hogy részesnek lenni az igében, to be invested in the word, amit úgy értett, ami arról beszélek, hogy and I'm talking about amit this, itt olvasunk, that, what we can read here, hogy kommunikálom, that I'm hogy kérdezem, hogy I'm a szívemre veszem, that I és take aztán it to my heart, azt mondom, and then I te say, érted ezt? Mert én nem. Do you understand this? Because I don't. Vagy Isten beszélt nekem erről, elmesélhetem neked? Nem tart egy fél órát, ne aggódj, csak hadd mondjam el, milyen jó volt. Kommunikálni.
részesnek lenni az igében, közösségben lenni vele. Több, mint olvasom, forgatom a szívemben, komolyan veszem, részem van benne, mert erre lettem elhívva. Erre lettem elhívva, hogy az ige gazdag legyen az életemben, és hogy aztán legyen egy dal emiatt az életemben. In my life because of that. És éneklek. And I'm singing. Úgy, ahogy lehetőleg a zuhany alatt, lehetőleg az autómban egyedül, lehetőleg valahol, ahol senki nem hallja, de van egy ének az életemben. Öröm a szívemben az ige miatt. Az ige tovább megy. The word goes van further. Dicséret miatta, there's worship because és, of it. És imádat is. And praise. Egy mind a kettő. Both az ige miatt a szívemben. Annyira fontos, hogy az ige meglegyen az életemben. Az abból fakadó imádat, a dicséret meglegyen az életemben. Ma délelőtt a kocsmával hasonlítottuk össze, de ezt most nem fogom csinálni. This morning we likened it to the pub, but now I'm not going to okay. do this. És aztán talán nem folytathatnánk, akkor csak mennyi atyánk. Heavenly Father, annyira köszönjük, amit hallottunk. Thank you so much for what we have szeretetedről, heard about your love, a hitről, about faith, a mindarról, amiről beszélni akarsz nekünk ma este. About everything you would like to köszönjük speak to a dalokat, thank you a dalszolgálatot, for the worship ministry, az imákat, thank you for the prayers, felajánlást, minden for részt, Uram. Every portion, kérünk every téged, part, Lord, hogy áld meg ezt a hátra lévő részt, szolgálj felénk a Te ígéddel, kapcsold össze a szívünket a Te ígéddel, Te drága nevedben. Amen. Amen. És a harmadik dolog, ez a közösségünk, az, hogy Isten arra hívott el minket, hogy vele legyünk, hogy együtt legyünk, együtt legyünk. Ma reggel említettem ezt az érdekes dolgot, utána néztem. Az evangéliumokban 62-szer látjuk ezt, hogy Jézus és a tanítványok, és Jézus. Jézus és a tanítványok, 62-szer. Jézus komolyan gondolta, mikor azt mondta, hogy arra hívlak el titeket, hogy velem legyetek. Márk 3:14-ben, hogy velem legyetek, Arra hívott el minket, hogy együtt legyünk vele, hogy vele járjunk az életünkben. Pál egyenesen odáig megy Róma 14:7-ben, hogy azt mondja, hogy egyikünk sem él magának, és egyikünk sem hal magának. Egyikünk sem. Miért? Ha élünk, az Úrnak élünk. Ha halunk, akkor az ő akarata. Annak is megvan a maga ideje. Ez is és az is, és rendben van. Ő vele élem az életem. Ő érte élek, és halok. Így élek. Arra hívott el, hogy ő vele legyek mindenben. Hogy ne engedjem el, amikor megvan kérdőjelezve a hitem, amikor meg vagyok támadva, mikor félelmeim vannak, hogy azt mondjam, Uram, nem magamnak élek, Lord, I don't live for myself, hanem te neked, és veled akarok tovább menni. And I want to go on with you. És még egy itt Kolossé 3-ban. And one more thing here in Colossians 3. A 15. vers. In verse 15. Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok egy testben, és háladatosak legyetek. And let the peace of God rule in your hearts, to which you also called in one body and be thankful. Isten elhívott minket arra, hogy vele legyünk, hogy God vele járjunk, de arra is, hogy egy testben so that in one közösségünk body, legyen. We would have fellowship. És annyira jelentős ez az életünkben, it is so significant az elhívásunkhoz, for our a szabadságunkhoz, for our freedom, hogy a testvéreimmel megtaláljuk, kapcsolódjak a Krisztus testéhez. Egyszer olvastam egy történetet, erről, hogy egy lelkipásztor elment meglátogatni egy embert, aki régebben járt a gyülekezetben, most meg nem. És
mind a ketten tudták, hogy miért van ott. And both of them knew valamikor régen volt, és leültek a kandalló elé. And they sat down before the fireplace. És nem mondott semmit a pásztor, csak ültek és nézték a tüzet. They were just sitting, watching the fire. És aztán a pásztor fogta ezt a piszkavas took that tongue. És kivett egy ilyen izzó szénre, és oda különtette. Out of the fire and he put it aside. És aztán ott ültek és nézték, ahogy ég tovább a tűz. Az egy meg így szépen izzott egy kicsit, aztán elhalványult. És aztán kialudt. És aztán a pásztor nem mondott semmit, elköszönt, és az ember azt mondta, and that man said, köszönöm a tűzes üzenetet. Thank you for the fiery message. Jövő héten jövök. Next week I'm there. Okay, mi értitek az üzenetet? You understand the message, remélem. Right? De nem I így vagyunk. So. But aren't we like this? Vedd ki engem a közösségből. Just take me out of fellowship. Vedd el tőlem azt, hogy kommunikáljam az igazságot. Take it away from me that I would communicate vedd el tőlem the truth. Azt, hogy halljam take it away from me that a testvéremnek a bizonyságtételét. The testimony of my brother hogy, or sister. Hogy lássam a testvéremnek az örömét a szolgálatban. Could see my sisters hogy lássam, or brothers join the ministry. Vegyél ki engem ebből. Just take me out of this. És olyan könnyen kihűl a szívem. And it is so easy for my olyan heart kihűl a szívem. To grow cold. Isten God azt akarja, hogy vele együtt csináljunk dolgokat. Wants us to do things together with him. És 1 Korintus 3:9-et emlegettük ma reggel. And we mentioned 1 Corinthians 3:9. De ráadásul azt is akarja, hogy együtt csináljuk. God also wants us to hogy együtt do csináljuk. Together, hogy együtt csináljuk. Together. Ez egy érdekes gondolat. This is an hogy együtt csináljuk. To do mert ahhoz, because hogy Panka fordítson nekem, in order for Panka to be able to translate, ahhoz kegyelemre van szüksége. She needs grace. Ahhoz, hogy Pastor Atinak fordítson, nagyobb kegyelemre van szüksége. And to translate for Pastor Ati, she needs even more grace. De miről beszélek? But what am I talking about? Hogy van egy áldás. That there's a blessing. Szükségem van erre. I need hogy it. Együtt csináljuk. Hogy részünk legyen. Together, közösen. That we would tudom, have van olyan, aki ilyen magányos beállítottságú, persze. I know there are those like lone ranger type of people. Én nem ilyen vagyok. I'm not én nem one csinálok of them. Együtt semmit. I mean, I'm not like them. I don't like doing anything tudom, together. Tudom, hogy nem vagy olyan, persze. I know you're not like that. Mind nem vagyunk olyanok. All of us. Mind nem vagyunk olyanok. Like ezt valami, amit together, tanulunk. People, this is és something tanulhatunk. We are learning. Nézd rám. Something we can learn. Just look én is tanultam me. Erről valamit. I have learned és annyira hálás vagyok ezért. And I am so thankful mert annyit ad az életemhez. Because it gives, it adds so much to my persze, life. Persze vannak, akik soha nem tapasztalják course, ezt, meg soha nem találják ezt meg. Mert nem akarnak komolyan because kapcsolódni. They don't want to nem be akarják, nem akarnak, nem akarnak együtt csinálni they valamit. Don't want to do things together. Mert ha tényleg kapcsolódom a testvéremhez, really connected, ha együtt szolgálunk, brother, ha együtt járunk, together, if we walk together, ha együtt bízunk az Úrban, if we trust the Lord akkor together, lehet, then maybe hogy megsérülök ő miatta. I get hurt because of him. És hogyha így gondolkodol, and if you think like that, van egy jó hírem a számodra. Then I have some good news for you. Tényleg lehet. It is possible that de nem it fog happens, ártani. But it's not going to be so nem fog ártani, hasznos lesz. It's gonna, it's a javadra lesz. A harm, but Isten a javadra fogja fordítani. For you. For your benefit. God will turn lehetek, it lehetek egyedül. Your benefit. And I can be alone. Prédikátor 4:12, azt hiszem talán. De ha egyedül vagyok, 4:12, I think, but if I'm alone, lényegesen hamarabb kihűlök. Then I grow cold. Okay. Isten együtt hívott el minket. Much sooner. Abcsel 1:8. So God called us together in Acts 1:8. Abcsel 1:8. Jézus azt mondja neki, menjetek Jesus együtt vissza Jeruzsálembe. És aztán együtt várjatok. And then together és aztán you együtt wait. Várnak. And they are waiting Isten together. Nem arra hívott el engem, God hasn't called me. Hogy mit tudom én, valaki mellett üljek a gyülekezetben. Hanem, hogy együtt bízunk az Úrban, hogy imádkozzunk egymásért, hogy növekedjünk other, egymás hite által, hogy szolgáljunk együtt, faith, valami többre together. Hívott el minket. Ezért van, hogy minden nap van this valami a gyülekezet, ezért van három Isten tiszteletünk. Könnyű legyen eljönni. Könnyű legyen közösségben lenni. Könnyű legyen elmenni egy házról házra Biblia tanulmányra. Könnyű legyen részt venni. És ne legyen ez messze senkitől. János 13:35-ben
35. Jézus azt mondta, ez lesz a legnagyobb bizonyság. This is going to be the greatest testimony köztetek, about me. Hogy ti szeretitek egymást. Hogy ennek nagyobb bizonysága lesz. That is going to have a greater testimony. Mint minden érveléseteknek. Than all your reasons mint amikor valami hatalmas dolog történik közöttetek. Or then when something great happens among you. Mert Tivadarnak a kislánya él. És egy tizenéves, egy gyönyörű lány. She's a beautiful teenager. És annyira hálásak vagyunk ezért. And we are so thankful. Ez egy csoda volt egyértelműen. De nem az a legnagyobb bizonyság. But this is not the greatest testimony. Nem a legnagyobb bizonyság. But the greatest testimony is hogy Attila és Pásztor Ati szerethetik egymást Krisztusban. Bízhatnak egymásban Krisztusban. Szolgálhatnak együtt. Hogy lehetnek véleménykülönbségeik. De mégis együtt járhatnak az Úrral. És ez a legnagyobb bizonyság. A kapcsolódásod Isten népéhez. Az, hogy kapcsolódsz, az annyira fontos ahhoz, hogy az elhívásodban szabadon járhass. Okay. Még egy. And one more thing. Vagy még kettő. Okay. Or maybe two more. Még egy, az biztos. One more, for sure. Nézzük csak. Mert felvállalni a felelősséget azért, aki vagy Krisztusban. Így van. Mert felvállalni a felelősséget azért, aki vagy Krisztusban. Okay, a világ legkönnyebb dolga. It is the easiest thing in the world. Okay, van egy ilyen gondolat, a gyülekezet egy értelemben. There's a thought like this. In a sense, the church. Egy olyan, mint egy kórház, nem? It's like a hospital, right? Bejön az ember, és tudod, Isten szól hozzá, gyógyítja. Isten kiküldi az ő beszédét, és meggyógyít bennünket. Köszönöm, Uram. Sokszor ezért mentem tovább, mert hallottam az igét. De lehet egy rossz kép ebben. Elképzelheted, hogy a lelki pásztoraink, azok olyanok, mint fehér ápolók fehér ruhában. You know, like nurses in white gowns. Egyeske bevette a napi Biblia versét. Number one, did you take your daily Bible verse? Kettes, tudod, meg volt a mai szolgálat, hol a papírt. Let me see the paper. Hogy meg lehet az a kép. So we can have hogy, the image hogy olyanok, or the picture, tudod, hogy mint az ápoló, tudod, és ő megjött, tudod, betesz a kerekes székbe, és eltol, ahova benned kell, tudod. Okay, ez nem, tudod, nem ápolók vagyunk, akik azért vagyunk itt, hogy meggyőződjünk róla, hogy bevettétek mind a gyógyszert, okay. Nem ezért. Igen, a gyülekezetnek van egy gyógyító oldala, de inkább olyan, mint a gyógytorna. Okay. Hányan voltunk már gyógytornán? How many of you have attended? Kívülről milyen könnyűnek néz ki, mi? From the outside it looks so easy. A gyógytornászok olyan nagyszerű emberek. Physical therapists are such great people. Kovács István törzsőrmester, a főnököm megirigyelhetné őket. Aki volt a katonaságban, a főnököm, a törzsőrmester, az nem volt olyan kemény, mint némelyik ezek közül. Hihetetlenek. The sergeant, you know, from when I was a soldier, he wasn't that tough. These physical therapists. De a gondolat igazán ez, hogy Isten úgy gyógyít minket, hogy teszünk. Hogy lépünk, hogy járunk, hogy hiszünk, hogy bízunk, hogy tovább megyünk, hogy nem állunk meg, hogy nem passzívak vagyunk, hanem részünk van ebben. És ez az, amit mondani próbálok. A gyógyulásunk gyakran aközben történik meg, hogy megyünk. While we are walking. És lehet, hogy azért nem történik, mert nem lépek ki. Sokszor a növekedésem ezért történik. Sőt, talán mindig. A válaszaink sokszor akkor érkeznek, mikor teszek egy lépést hitben, mikor teszek egy bátortalan lépést hitben, és sokszor akkor kapom meg a választ. Ugye, lehet, hogy úgy érzed, hogy a gyülekezet 8000-es fordulatszámon pörög. És egy kicsit úgy kívülről nézed. And you are just looking at it from the outside a little bit.
Nem merek belépni, mert mi történik velem, tudod, ha belépek. Tudod, Isten ments. Isten ments. Nem akarok olyan lenni, mint ezek. Én normális ember akarok lenni. Látom, volt, aki már gondolt erre. De tudod, a kérdés nem annyira az, really, hogy ez túl gyors-e neked, hanem hogy van-e részed a gyülekezetben. Isten adott-e neked egy részt a gyülekezetben? Igazán e felől sincs kérdés. Actually, no persze, hogy adott either. Neked részt a gyülekezetben. Persze, hogy adott neked. Nagyon különleges vagy az ő akaratában. Vannak hívők, akiknek szükségük van éppen a te bátorításodra. Vannak nem hívő emberek, akik tőled hallhatják meg a legjobban az evangéliumot. Arra tudnak a leginkább válaszolni, ahogy te kifejezed Krisztust. A kérdés nem annyira az, hogy ez igaz-e, hanem hogy hajlandó vagy-e járni vele. Ővele az Úrra. Ha hajlandó vagy ővele járni, akkor azt fogod találni, hogy ez igaz, hogy Istennek van egy része a számodra a gyülekezetben. Ne hidd el a hazugságot, hogy nincs rá szükség, hogy nem hiányoznál, hogy nem fontos, hogyha nem teszel semmit, akkor úgyse veszi senki észre. Nem igaz egyáltalán. Keress egy helyet, just find a place, ahol leteheted az életed valakiért. Where you can lay down your life for és talán ez, igen, ez az utolsó gondolat. And this is the last thought. A kihívások. Challenges. Kihívások. Challenges. Ha biztosra mész. If you play it safe. Ha biztosra mész. If you want to play it safe. Akkor hogyan növekednél? Then how would you grow? Ha csak how annyit csinálsz meg, amit biztos meg tudsz csinálni. If you only do whatever you can certainly do. Akkor hol fogod megtalálni az ajándékodat? Gondolj ebbe bele. Think about it. Amikor megtértél, Szent Szellem beköltözött az életedbe. A kínai bibliaiskolai órán beszéltünk erről pénteken. Nagyszerű alkalmunk volt. Testvérekkel. Ja, csak nagyon bátorító volt velük lenni. Really, de a Szent Szellem beköltözött az életedben. So és 1 Péter 4:10-ben bizonyos, hogy van ajándékod. Legalább egy. Legalább egy. Valószínűleg több. Ajándékod a Szent Szellemtől. De az nem természeti. Az nem az, amire képes vagy. Hanem valami több. Valami nem biztos, hogy más, de valami jelentősebb. Valami mélyebb. Lehet, hogy korábban is csináltad azt a dolgot, de most egy másféle jelleggel lesz. Erre gondolok igazán, hogyha nem teszek egy bátor lépést, akkor soha nem fogom megtalálni az ajándékomat. És soha nem leszek az az áldás, aki lehetnék. Ha nem próbálok meg valamit, amiben tudom, hogy úgyis rossz leszek, akkor lehetséges, hogy soha nem találom meg az áldást és a csodát, hogy Isten képes felkenni, megáldani valamiben, amiben természetszerűleg iszonyú rossz vagyok. És aztán Isten felkenni, megáldja hatalmasan, és van egy szolgálatom. Nagyon sok keresztény irodalom, és nagyon sok keresztény tanítás, ezért nem szeretem őket, nagyon sokat, mert lelki, azt mondja, miben vagy te jó? Tangóharmonika, jó? Akkor a gyülekezetben is tangóharmonikáznod kell. Miben vagy te jó? Jéghoki, akkor a gyülekezetben is jéghokiznod kell. Miben vagy te jó? Akkor a gyülekezetben is fizikusnak kell lenned. Miben vagy te jó? Physicist in the church too. What are you good at? Sanyi nem jó semmi. Okay. Sanyi's not good at anything.
Akkor így jártál, akkor then, a te dolgod, hogy ott ülj a szélén, és ne csinálj semmit, tudod. Then your job is just to sit there on the side and not to do anything. Tényleg, tudod, ez but a gondolkodás. Really, this kind of thinking. Mit tartogat azoknak közülünk, akik mindig is nyomoroncnak éreztük magunkat? What does it have anything in store for us who have always felt like miserable creatures? És azt mondja, ülj oda a sarokba. So it's said, okay, sit oda, in the corner, tudod, vagy here abba, or there. Tudod, there. Ennyi. And és aztán nézed. And look, ahogy, just watch, ahogy az ápolók intézik a dolgokat, és néha vedd be a gyógyszert. And sometimes just take your pill. Én nagyon nem szeretem ezt a fajta gondolkodást. Really de tele van like vele sajnos thinking, a kereszténység. És nincsen benne ez a, nincsen this, benne ez a gondolat, hogy a Szent Szellem valami több. Valaki több, bocsánat. A Szent Szellem valaki több. És adhat valami többet. Egy olyan dolgot, amit nem ismerek. Attól, hogy jó a hangod, még nem biztos, hogy arra vagy elhívva, hogy énekes légy a gyülekezetben. Attól, hogy jó szervező vagy, még nem biztos, hogy szervezőnek lettél elhívva a gyülekezetben. Én bátorítalak, hogy az ajándékodat találd meg. Lehet, hogy Isten abban akar használni. Lehet, hogy Isten használni akarja a képességedet a gyülekezetben. Lehet. Nem mondom, hogy nem. De lehet, hogy valami többet. Lehet, hogy valami más tartogat neked. Okay. Isten a vele járást a hitbeli járássá tette, igaz? Made walking with him a walk of faith, igaz? Right? Hitbeli járássá tette. He made ami a walk azt jelenti, of faith, which means hogy benne való bizalomban kell hoznom döntéseket. That I have to make decisions trusting him. És nagyon sokszor and many times, az, amit látok, what I can see, az nem támasztja alá a benne való bizalmamat. Ja, 2 Korintus 5:7. Nem látásban, hanem hitben járunk. We don't walk in, by sight, ja, nem by látom, faith. Hogy hova visz ez engem, csak azt látom, hogy van előttem egy hitbeli lépés. És ezt értettem azon, hogy a kihívás. Mondhatnám azt, hogy a bátorság. I could say courage. Kurázsi. Hey, bátornak lenni, előre menni. Gondolj bele egy kicsit. Gondolkodtok? Gondolkodtok? Vagy csak kikapcsolva? Okay. Gondolkodjatok, kérlek, gondolj bele. Dávid nem hallotta a vasárnapi iskolában körülbelül 100-szor a Dávid és Góliát történetét. Did not hear the story of David and Goliath 1,000 times in Sunday school. Nyilván. Obviously. Nem lapozhatott 1 Sámuel 17-hez, hogy elolvassa a történet végét. Amikor lement ott a, völgybe, when he went down to the valley, akkor nem tudhatta. Then he couldn't know. De azt mondta. But he said, okay. Tudod, ez a következő lépés Istennel. Ez a következő lépésem Istennel. This is my next step with God. Nagy, csúnya, hangos. He's big and loud and ugly. Már intéztem el oroszlán medvét, ez a logikus következő lépés, jól van. Okay, rendben van, menjünk tovább, hitben. So let's go on in faith. Okay, ez az, amiről beszélek. Hitben lépni. Hitben lépni. Megállíthat az elhívás, én hiszem, megállíthat az elhívásomban, hogyha biztosra megyek, hogyha nem teszek egy bátor lépést, ha nem megyek tovább a természetinél. Sokszor gondolok Wilberforce-ra az Egyesült Királyságban, vagyis az Angol Királyságban akkor még. És ő birokra kelt a rabszolgaság intézményével. And he started to fight against slavery. És senki nem csinálta ezt előtte így. And nobody Isten had done szolgálni this a politikai területen. Serving God és, in a political és komolyan field venni. And taking him seriously. De megcsinálták. Megcsinálták, és they eltörölték a rabszolgaságot. And slavery és, was wiped out, és, was abolished. És tudod, vannak szociológusok, akik azt mondják, ezért nem volt egy véres és pusztító forradalmuk, mint a franciáknak. Like the French had. És erre gondolok igazán, and this is what hogy nem I'm tudod, about. You nem don't tudod, know. Van ellenség az életünkben? Is there an enemy in our lives? Nyilván, tudod, nyilván. Merünk-e imádkozni? Merünk-e neki menni? Merünk-e tenni? Merünk-e szembe menni vele? Van egy gyengeségünk? Persze. Merünk-e ellene tenni és járni abban?
We do, but do we dare to walk? Józsué 14:12-ben. Joshua 14:12. Káleb azt mondta. Caleb said. Józsuének, ad nekem azt a hegyet. Joshua, ad nekem give azt a hegyet. Mountain. Még kölyök vagyok, ad nekem azt a helyet. I'm still a kid. Give me that mountain. Csak 80 éves vagyok. I'm just 80 years old. Ad nekem azt a hegyet, nem volt. Azt 80 éves volt, ugye emlékszem. Mennyi? 84, bocsánat, 84 éves volt. 84 éves, 3 hónap, 2 nap, jó. 84 éves, 3 months, 2 days. Ad nekem azt a hegyet. Give me that mountain. Gyerünk, valami lehetetlen. Something impossible. Ők azok ott fönt, akiknek tankjaik vannak, semmi gond. Semmi gond, bevesszük őket. Nem probléma, meg no elintézzük. Tudod, és ez a kérdés az életünkben. Merre ránézni valami lehetetlenre? Vannak emberek, akiknek szükségük van? Vannak emberek, akiken tudok segíteni? Vannak emberek, akiket tudok vigasztalni? Hát nem, mert én nem tudok vigasztalni, well, no, nem, mert én nem tudok segíteni. Nem erről beszélek. Mit tudsz te megcsinálni? Hanem arról, hogy hitben lépni, és azt mondani, oké, szeretnék tenni valamit. Oké, szeretnék segíteni. Oké, nem vagy prédikátor. Nagy ügy. És? Akkor mi van? Nem kell mindenkinek prédikátor. Nyilván. Nem kell mindenkinek. Nem kell mindenkinek. Misszionáriusnak. De el vagyunk hívva, hogy vele járjunk az életünkben. Hogy hitben járjunk. Hogy azt, hogy ide nekem azt a hegyet. Adj nekem győzelmet ezen a területen. Kérlek téged. És végül 1 Sámuel 14-ben 6. vers. Jonatán azt mondja a fegyverhordozójának. Hey, mit szólsz ehhez? Hey, menjünk this? Át oda az ellenséghez, a filiszteusok előőrséhez. És menjünk át oda. Hát, ha az Úr tenne valamit. Figyelj, lehet, hogy bizonytalan vagy. Maybe lehet, hogy nem insecure. Tudod, mi lesz. Lehet, hogy nem tudod, mi fog következni. Maybe you don't know what will happen next. Okay, a hit az ilyen. Right, but this is a hit what az fate ilyen. Is like. Sokszor nem tudjuk, mi fog következni. Many times we don't know what will happen next. Rendesen nem tudjuk, mi fog következni. We really don't know De azt mondjuk, Uram, bízunk benned. Say, Uram, számítunk rád. Uram, tovább akarunk menni veled. Lord, we want to go on és, with you. És Jonatánék fölmentek and oda. És elrendezték a dolgot. Ők ketten. És fölmentek, és elrendezték a dolgot. De a bizonytalanságod ne állítson meg. Az, hogy a hegy túl nagy, ne állítson meg. Az, hogy Góliát nagyon hangos, ne állítson. Figyelj! Tudod, nem, igazán nem kell hívőként actually, as believers, tétlennek lennünk, nem? We don't have to be passive, van elég right? Góliát jut mindenkinek. There are van elég enough hegy jut Goliaths. Mindenkinek. There are enough mountains. Van elég filiszteus előőrs a hegyen. There are enough Philistines on the mountains. Jut mindenkinek. Everybody ne aggódj rajta. Ne érezd úgy. Don't worry about it. Tudom is én, a Botár János már csinálja a szolgálatot, like, amit én akartam. Botár János is already doing the ministry I wanted to. Ne érezni, hey, tudod, like hanem that. Azt mondanám rá, nézd, say, tudod, keresd a lehetőséget, és merj bátor lenni, és merd azt mondani, szeretnék say, ebben járni, I Uram, this. Taníts engem, Lord, teach és merd kilépni hitben, dare to take a step in faith. És tudod, tanulni fogsz, and you növekedni. Oké, és ha hibázol? If you make a mi van mistake, akkor, ha hibázol? What happens then? Hey, ez a legjobb hír a kereszténységünkben, nem? That's the greatest news in our Christianity. Isten még mindig szeret, az üdvösségedet nem veszítetted el. You haven't lost your salvation. Okay, akkor megpróbálhatok valami mást. I can try something else. Ha hibáztam, if I've akkor megyek mistake, tovább, rendben van. Then I will go on. It's növekedni right. fogok az alázatban I'm egy kicsit. Grow in humility és ez még nem ártott meg senkinek. And that didn't hurt or hasn't hurt anyone yet. Figyelj, az életünk olyan rövid. Our lives are so short. De van egy jó hírem. But I have some good news. Az életünk annyira our lives tele van értelemmel, are so full of sense, céllal, and purpose, Isten akaratában. In the will az életünk of God. Olyan rövid, our lives are so short, de annyira tele van céllal. But they are so full of purpose. Ne mulasszuk el. Let's not miss Isten out arra hívott el, on it. Hogy God járjak az egészben, amire elhívott. To walk in the whole
of what he has called me to. És így mélyen hiszem. And I deeply believe. Hogy megragadjuk ezt az üzenetet. That as we a ma reggel és ma este take a hold of these messages this morning and tonight, Isten vezetni fog minket ebben, előre fog vinni minket ebben, és bátorítalak, hogy tedd és járj ebben, és menjünk előre. Let's go forward with Christ. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, Heavenly Father, kérünk téged, we ask you, hogy vezess minket to lead us ebben az üzenetben tovább, vigyél minket on előre. Adj nekünk valami forward, többet, Uram, mint amit eddig ismertünk. Nem félünk kérni, hanem bízunk benned, szeretnénk ismerni téged jobban, szeretnénk látni téged tisztábban, szeretnénk örülni benned mélyebb örömmel, nagyobb valóságban. Istenünk, kérünk téged, vigyél minket előre. Hogyha úgy vagy itt, még nem vagy hívő Jézusban, akkor itt a lehetőség, rábízhatod az életed. Ha neten nézed, hozd meg ezt a döntést. Bíz Jézusban. Mondd azt a szívedben, hogy Jézus, szükségem van rád, akarlak téged, gyere az életembe. A legegyszerűbb, legfontosabb, legsúlyosabb döntés az ember életében. Mondd azt Jézusnak ma este egyszerű szavakkal, kizárólag ő neki a szívedben. Mondd azt, Jézus Krisztus, mai napon hívlak téged, kérlek, gyere az életembe, légy az én megmentőm. Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Rád bízom az életem. I give my life to you. Adj nekem egy új életet. Give me a new life, új kezdetet. A new beginning. Jézus, kérlek, Jesus, ments I meg ask engem. You to save me. Adj nekem új szívet. Give me a new heart. Új gondolatokat. New thoughts. Új szellemet. A new spirit. Nem értek mindent. I don't understand everything. Tudom, hogy szükségem van rád. But I know that I need you. Hiszek benned. I believe in you. Bízom benned. I trust you. Jézus, gyere az életembe. Jesus, come into my life. Ha életedben először meghoztad ezt a döntést, if this is the first time in your life that you have made this decision, mint a gyülekezet imádkozik, then as the church is praying, kérlek egy pillanatra tedd fel a kezed, ha tudjam, hogy meghoztad ezt a döntést. Raise your hand. Let me know that you have made this decision. Emeld föl, aztán leteheted. Just raise it and then you can put it down. Szeretnék veled örülni, szeretnék like adni egy csomagot, ami segít elindulni like az úton. Van-e valaki? Ma délelőtt volt egy férfi. Van-e bárki? Tedd fel a kezed, aztán leteheted. Rendben. Mennyei Atyánk, köszönjük neked. Thank you. Köszönjük neked. Thank you. Urunk, Lord, merünk kérni tőled, merünk bízni benned, imádkozni, nem csak a triviális dolgokért, hanem azért, Uram, hogy adj nekünk hegyeket, adj nekünk győzelmet Góliátok fölött, adj nekünk bátorságot átmenni az ellenség előőrséhez. Kérünk téged, Istenünk, adj nekünk valami nagyobbat, többet, szabadíts. Nem akarjuk elfogadni az ellenség munkáját magunk életében, testvéreink életében, nem hívő emberek életében. Urunk, szeretnénk téged képviselni ebben a világban, az evangéliumot felemelni, téged bemutatni, gyülekezeteket alapítani, Istenünk, te benned növekedni, Jézus nevében. In the name of Jesus. Amen. Amen. Kérlek, álljatok fel, énekeljünk el egy dalt együtt. Let's sing a song together. Te hozod el a reményt, nincs.
nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen. Egyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr, ma is. Water you turn into wine, open the eyes of the blind, there's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise, there's no one like you, none like you. God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God is greater, our God is strong, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. És hogyha Isten beli, emberi átlag neki, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. Ki lehet ellenünk. Aki nevére leborul minden a földön, az égen. Hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr, ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen. Hegyeket mozdít, beteget gyógyít. Te vagy velünk.
Igen, Urunk, bízunk benned, áldunk téged, köszönjük neked, magasztalunk téged. Halleluja, halleluja, dicsőség az Úrnak, áldunk téged, Urunk. Köszönjük, Urunk. Amen. Oké, egy fontos dolog. Közeledik az európai konferencia. Pastor Barry szeretne találkozni mindenkivel, aki szolgálni fog ebben. A vezetőkkel, leaders? The leaders or everyone? Oké, a vezetőkkel akkor leaders, szeretne találkozni velük. Like egyből Isten tisztelt után, hogyha kérlek, right gyertek előre so erre. Aztán még mindig tervezzük, hogy február 1-e, 2-án megyünk Szlovákiába havazni. Úgyhogy Batár Jánosnál integetnél egy kört, még mindig lehet szólni neki, szeretné jönni. Csodát nem tud tenni, autót nem tud varázsolni, de lehet nála jelentkezni. Okay. Aztán hamarosan jön a házas vacsoránk, az is egy nagyszerű alkalom lesz. És Erika, nálad lehet jelentkezni rá, ugye? A házas vacsorára, ugye? Házas vacsorára nálad lehet jelentkezni, ugye? Igen, Erikánál lehet jelentkezni. Oké, okay, és végül, hogyha az elmúlt egy évben jöttél a Gyülibe, akkor februárban kezdjük az alapok tanfolyamot, ami, hogyha keddesténként nem vagy bibliaiskolában, akkor gyere. Jó lehetőség megismerkedni. Ez egy hat alkalmas tanfolyam, alapvető dolgokat nézünk meg. Lessons are six times and we will look és, at és basic lehet kérdezni, things. Hozzászólni. You can ask questions. Tudok adni egy meghívót rá, gyere ide hozzám az alkalom után. Isten áldjon benneteket, el vagytok bocsájtva, God bless you. You are dismissed. God bless you.